Virág Jánossal és édesanyjával, Orbán Ildikóval nem véletlenül beszélgetek Debrecenben, a Kossuth Egyetem mellett lévő parkban. Azért nem önöknél beszélgetünk, ugye, mert az ukrán-magyar határnál laknak. Hol is? Magasligeten lakunk, ami ide 150 kilométerre van, az ukrán határ szélén teljesen, tehát egy határátkelő mellett. Egyébként mi bajod volt? Ugye 13 éves korodban kezdődött? Hodgkin linfómám volt, negyedik stádium, abból is a legdurvább fajta T-sejtes. Ez azért egy húzós betegség. Igen, az. Nem általában az a jellemző, hogy mosolyogva üldögélünk itt és beszélgetünk évek múlva. Ildikó, önben benne volt, hogy elveszítheti Jánost, vagy ez meg se fordult a fejében? Ennek nem is volt szabad megfordulni a fejünkben, tehát itt, amikor kimondták azt, hogy mi a probléma, itt tudtuk, hogy fel kell venni a harcot a betegséggel, és harcolni kell ezért, hogy éljünk. Az egész betegségünk, amikor kitoródott, ugye mivel, hogy a T-sejtes nyirokmirigyrákról van szó, 10% esély nem volt egy gyógyulásunkra, így van, a túlélésre. Az nem sok. Hát az nem sok, de sikerült, hála Istennek, itt vagyunk. Azt soha nem tudja tudomásul venni egy gyermek, hogy ő egy olyan betegséggel néz szembe, ami esetleg az ő halálát jelentheti. Mi a feleségemmel megbeszéltük, hogy soha nem fogunk egyetlen egy könnyet sem ejteni a Roland szeme látára. Mikor sírnunk kellett, és nagyon sokszor kellett sírni, akkor kimentünk az egyik sarokba, a klinikán, vagy pedig a fürdőszobában, vagy a WC-be zokogtunk. De én ragaszkodtam ahhoz, hogy Roland semmiről ne vegyen tudomást. Mi az első perctől kezdve azt mondtuk, hogy fiam, az optimizmus az egy nagyon fontos dolog, és ezt a szót, hogy optimizmus, ezt ő nem is értette. Mondom, egy hanem... 3 éves. Így van, 3,5 éves. És amikor elkezdődött az a tudat, hogy ő neki egy betegsége van, akkor mi mindig megpróbáltunk mosolyogni. János, benned megfordult, hogy esetleg vége lehet a dalnak? Egyáltalán nem. Egy 13 éves gyerek szerintem még fel se fogja ezt az egészet, és nem az az első gondolata, hogy meghalhatok. Tulajdonképpen nem is tudtam, hogy mivel jár ez a betegség. 13 évesen még csak sodródtam az árral, és csak figyeltem az események, hogy zajlanak körülöttem. Egyébként hogyan jelentkezett a betegség? Milyen tünetekkel? A gyerekkoriban voltam fehérgyarmaton, és egy este észrevettem, hogy egy gömb van a fülem mögött, ami mellett kijött még egy, az már egész nagy volt, és jeleztem ott a édesanyámnak, hogy valami nem jó, és elmentünk az ottani kórházba, akik azt mondták, betúlt az orrom, és azt mondták, hogy nyilván visszanőtt az ormandulám, és ki akarták venni. Viszont keresztanyám még azt mondták, hogy ezzel nem szabad megállni ott, és így kerültünk Debrecenbe. És itt már azt mondták, hogy több mint valószínű, hogy baj van. Ha azt kérdezem, hogy melyek a leggyakoribb gyermekdaganatok, harmóniában van az országos statisztika az önök helyi tapasztalataival? Természetesen, hiszen a mi gyermekhematológiai onkológiánk az ország keleti-észak-keleti részét képviseli, Ukrajna és az erdélyi rész is közel van hozzánk, úgyhogy számos beteget fogadunk onnan is, és így a legsúlyosabb gyerekek érkeznek például Kárpátaljáról, vagy az erdélyi területről. Az a leggyakoribb mégiscsak a gyermekfehérvérűséggel járó betegség, azaz a leukémia. A fehérvérűség azon belül is az akut, a hevenyen fellépő leukémia, amelyik egyik napról a másikra jelentkezik, és ennek is egy alcsoportja a limfoid, tehát a limfocitás, túlsúlyú leukémiák. Elég riasztóak a statisztikáink, már ami a gyermekhalálozást és ami a gyermekrákot illeti Magyarországon. Így van. Ennél sokkal riasztóbbak voltak a statisztikai számok ezelőtt. 20 évvel. Tehát akkor, amikor a Roland megbetegszik, akkor még 40%-os volt a gyógyulás. Ma már tudjuk, hogy 65-70%-os a gyógyulási arány. Európában a rákos megbetegedéseket sajnos Magyarország vezeti. A halálozási arányszámban is rosszabbak vagyunk,
mint a nyugat-európai szomszédaink, vagy a nyugat-európai, Európai Unióba tartozó országok. Ezért küzd a Gyermekrák Alapítvány, hogy ez ne így legyen. Ezért veszünk orvosi műszereket, ezért fizetünk a családoknak jelentős anyagi támogatással, havi pénzt adunk, hogy őnekik az életük könnyebb legyen, mert sajnálatos módon ez a betegség, ez minden pénzt felemészt. Kifizetjük a közüzemi díjakat, odaadjuk térítésmentesen a gyógyszereket, vitaminokat, táplálékkiegészítőket, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy Magyarország ebből a rossz statisztikai számokból, amik itt vannak, ezekből kijöjjön. Mert azt nem lehet elnézni, hogy Magyarországon a statisztikai kimutatás szerint, és ez nem egy olyan nagyon régi adat, Magyarországon sajnos 33 ezeren halnak meg évente rákban. Debrecenben nagyon jól működik a leukémia utánkövetésének a rendszere. Az ágyszámból 15%-ot, tehát óriási százalékot a gyermekhematológia és onkológia képviseli. Tehát a debreceni gyermekklinika jelentős mértékben szolgálja a hematológiai, gyermekhematológiai, leukémiás és daganatos gyerekeket. Az elmúlt időszakban olyan fejlesztések történtek Debrecenben, ahol genetikai módszerekkel nagyon hamar meg lehet állapítani azt, hogy a daganat visszatérte. Nagy harc volt, Ildikó. Igen, ez egy rettenetes harc volt, mert mind a mellett, hogy ez egy negyedik stádiumú, a legeslegrosszabb nyirokmirigy rák volt, megkezdtük a kemoterápiát, és sajnos jöttek a mellékhatások. Annyira legyengült a Janónak a szervezete, az immunrendszere, hogy nem volt védekezve. Teljesen, de ez volt a legkevesebb, igen. Mert még ettől is sokkal rosszabb jött május 1-ére, tehát február végén kezdtük meg a kemoterápiát, és május 1-ére egy olyan tüdőgyulladást kapott, ami életveszélyes helyzet volt, tehát egyáltalán nem volt tüdeje. És az megint annyira legyengítette a szervezetét, hogy sajnos elkapott egy gombás fertőzést, amiből szeptember 15-én este egy agyvérzés lett a vége, és lebénult, tehát egy teljes baloldali bénulása volt. Egy az egyben. Egy az egyben, igen, úgyhogy ez volt a legnagyobb baj. Abból mennyi idő alatt sikerült visszajönni az agyvérzésből, János? Hát igazából ezt nem tudom megmondani, mert... Ja, hogy régen volt. Hát igen. Hála Istennek régen ott volt. Ott tulajdonképpen 2 hetet aludtam, nem tudtam magamról, se a külvilágról semmit. Aztán ott megkezdtük a fizikoterápiát, és hát a mai napig próbálom erősítgetni magamat. De hát azért, ahogy így elnézlek, a dolgok nagyjában egészében rendben vannak. Lehetett volna rosszabb is, de azért sokkal. Még mindig kicsit zavar. Milyen a gyógyulási vagy a túlélési arány? Ezelőtt 40 évvel kezdtük a például az akut limfocitás leukémiás betegeknek a gyógyítását, akkor nagyon rossz volt a túlélés. A 70-es években... Azt az a nagyon rossz? Hát el se érték a gyerekek az 50%-ot, tehát minden második gyermek meghalt. Most viszont, hogyha egy például limfoid leukémiára gondolok, ha egy gyermeket elveszítünk, az már nekünk tragédia. Tehát ma már úgy indulunk neki a daganatos, illetve inkább azt mondanám a limfoid leukémiás gyerekek gyógyításának, hogy jobb a túlélése, mint egy másik krónikus betegségben szenvedőnek. Tehát, hogyha furcsát mondok a szülőknek, hogyha választani kellene, hogy a rokonságban egy gyerek limfoid leukémiás legyen, vagy például cisztás fibrózisban szenvedjen, akkor... A leukémia a kisebbik rossz? A 30 évvel ezelőtti időszakban azt mondtam volna, hogy csak leukémia ne. Most meg azt mondom, hogy inkább leukémia, mert nagy valószínűséggel meggyógyul. Tehát azt mondani egy anyukának, hogy 10 leukémiás gyerek közül, akik úgynevezett limfoidban szenveznek, 9 meggyógyul, az nagyon szép. Azért a 10%-kor is küzdeni kell,
mert én azt remélem a következő 5-10 évben, hogy annak a 10%-nak, akik most sajnos meghalnak, mert nagyon rossz a prognózisa például, hogy egy olyan infekció, egy olyan fertőzés következett be, amit nagyon nehezen tudunk legyőzni, hogy a következő 10 évben ők is esélyt fognak kapni. Ildikó, önnek mit jelentett ez az egész az életében, vagy hogyan változtatta meg, mert biztos vagyok benne, hogy megváltoztatta a gondolkodását, meg az értékrendjét, az, amin keresztül ment a Janóval, ahogy ön fogalmaz? Amikor ezt az egészet mi megtudtuk, hogy mi a probléma, akkor meghaltunk, ez tény és való az egész család, de ez egy pillanatra volt, mert ugye lábra kellett állni, és ugye felvenni a harcot. És onnantól kezdve mondjam azt, hogy nem... Tehát semmi nem volt olyan fontos, mint az, hogy a gyermek meggyógyuljon. És ezt az én drága családom hagyta is, mert ők mindent megtettek azért, hogy mi nyugodtan tudjunk a kórházba lenni, és gyógyulni együtt. Tehát a lányomat ők nevelték az alatt, az egy év alatt, amíg mi a kórházban voltunk. Itt áll Virág Petra, ugye csak azért nem ült ide le mellénk a testvéred, mert szűk a pad, tehát hogy egyszerűen nem fértünk el négyen. És ugye ez volt az a pillanat, amikor Petra is elkönnyezte magát. Azt nem lehet leírni, amikor a lányom nem akart velünk telefonon beszélni, nem jött látogatni, mert ahogy ugye naponta sokszor telefonáltunk, és ugye akkor 10 éves volt, és az egész hiányzott neki az, hogy mi nem vagyunk mellette. Pedig ugye nagyon jó helyen volt szüleimnél, testvéreimnél. Testvéreim minden nap jártak be hozzánk a kórházba. Mikor Janó lebénult, bejöttek csak azért 150 kilométerről, hogy megfüröztöttük, rendbe tettük este. Csak az öcsémmel evett már, amikor ugye 2 hét után tudott enni egy kicsit. Tehát ezt... És azóta is ez a legfontosabb. Mindegy, akárhogy van az egész élet. Rájöttünk arra, hogy semmi nem fontos, csak az, hogy egészségünk legyen. Mert onnantól kezdve, mikor az egészség felborul, nincs tovább élet. Változatlanul azt mondom, hogy Magyarországon igenis meg lehet gyógyulni a rákból. De csak egyféleképpen, összefogással. Ha a beteg, az orvos, a szülő, a barátok összeállnak és küzdenek a gyógyulásért. De nagyon sok olyan beteg van, aki azt se tudja, hogy mi a betegsége. Azoknak segíteni kell. Azoknak oda kell adni azt a szakmai irodalmat, amiből megtudják. Mert attól, hogy ő rákos lesz, attól egy picit megretten, és mindent fölad. Elválnak házastársak. Mert azt mondja, én nem akarom, hogy harcoljunk a betegség ellen. Harcolni kell. Harcolni kell a nagymamának, a testvérnek, az édesapának, mindenkinek azért, hogy eljusson oda az a beteg gyermek, ahova eljutott az én fiam Balogh Roland. Minden megoldható, csak egészség legyen. Úgyhogy, és ebben nagyon-nagyon nagy, tényleg nagyon nagy segítség volt a Gyermekrák Alapítvány, mert nélkülük egész biztos vagyok benne, hogy most nem ülnénk itt. Biztos. Ez biztos, ezt merem mondani, mert ők, tehát az az emberség, az a szeretet, ahogy az embernek a családokhoz, nem csak a gyermekhez, a családoknak a lelkét ápolták. Én például, ha mentem, kettős érzelmekkel mentem hozzájuk, mert egyik érzelmem, hogy nagyon szégyeltem magam, hogy nekem ilyen helyre kell menni és kérni, és kaptam. Soha nem mondták azt egy vitaminre se, hogy nincs. 100 000 forintos nagyságrendeket hoztunk el havonta, mert ugye nagyon sokrétű volt a problémánk. Tényleg mindent ide adtak. Másik oldalról viszont tudtam azt, hogy szívesen adják, azt is tudtam, hogy muszáj, mert nincs élet nélküle. Tehát a vitaminok nélkül, a Gyermekrák Alapítvány nélkül élet nincs. Ha jól tudom, akkor az önök házát az alapítvány felújította. János, hogyan? Hát a betegségem előtt vettük a házat, és a betegségem után anyagilag annyira megviselt minket ez az egész, hogy nem tudtunk volna beleköltözni, ezért segítséget kértünk a Gyermekrák Alapítványtól, akik mindenféle akadály nélkül azt mondták, hogy segítenek nekünk és megcsinálják a házunkat több mint 3 millió forintért.
Úgy történik tehát a támogatási rendszeretek, hogy megkerestiteket akár a család, akár a kórház, és ti a kéréseket teljesítitek? A Gyermekrák Alapítvány ahhoz, hogy támogatni tudjon egy gyermeket, elsősorban kérünk három dolgot. Egy rákos betegséget igazoló zárójelentést, a szülőnek a jövedelem igazolását, és egy kérelembe, amiben kéri, hogy támogassuk a beteg gyermeket, illetve a családját. Abban a pillanatban, ahogy ez megérkezett az alapítványhoz, abban a pillanatban megkapja a gyermek hozzátartozója az 5000 forintot havonta rendszeresen, mellette megkapja azokat a gyógyszereket, vitaminokat, ami a szupportív terápiához nélkülözhetetlen, és az OEP nem finanszírozza, tehát a szülőnek kellene megvenni, mi ingyen adjuk oda a gyermeknek, természetesen konzultálva a gyerek kezelőorvosával, vagy a nálunk dolgozó szakemberekkel, és számtalan olyan kérést teljesítünk, amikor steril szobába engedhetik csak haza a gyereket, de nem, hogy steril szoba nincs, hanem minden nedves. Házat építünk, steril szobákat építünk föl, gyógyszereket veszünk, példának akár a kórházba összeszedett fertőzéseknek a kiküszöbölésére fordult hozzánk Debrecen, hogy ők nem tudják kifizetni. Vegyük meg ezt a gyógyszert, 1.600.000 forint volt, mert a gyerek meghalna. Ezt is megvettük. A gyermekrákvány tűzifára, elmaradt villanyszámlára, elmaradt közüzemi díjakra, mindent odaadott. Az alapítvány a 20 éves működése alatt szinte soha nem mondott nemet. Ez ugye az egyik tétel volt a ház felújításának a kifizetése, de hát volt itt más is, már ami a támogatást illeti. Persze. Mikor február végén ugye kitúródott, hogy mi a problémánk, tehát meg volt a diagnózis, egy kérelmet írtam a Gyermekrák Alapítványnak, ugye hallottuk már ott bent a kórházban, hogy ő az alapítvány, aki segíti az ilyen beteg gyerekeket. Pár napon belül értesítettek is, hogy vigyünk zárójelentést, hogy ambulánslapot, és akkor rögtön mehetünk. És akkor onnantól kezdve minden hónapban anyagi támogatást, rengeteg vitamint, életmentő vitamint, ugye amikor gombás lett Janó, az életmentő gombaülőket ők adták meg, mellé rengeteg immunerősítőt, amit sok-sok millió forintba került. Közben ugye többször volt Janónak körömműtétje, mert begyulladt mellette, begennyesedett, úgyhogy azt többször kellett kiműteni, ott is mindig a Gyermekrák Alapítvány adta az immunerősítőket. Hát ez több mint 12 millió forintra rúg az egész. Gondolom, hogy saját erőből ezt nem tudta volna megoldani, vagy fedezni. Nem, persze, hogy nem. Tehát volt egy olyan időszak, egy olyan 2-3 hónap, amikor már úgy voltam, hogy szégyeltünk menni az alapítványhoz. Tényleg ilyen is volt? Volt ilyen. Látom, hogy azért hány év telt el? János, 11, szóval még mindig visszajön a hangulat, meg a küzdelem, meg a harc édesanyádban, amit neki végig kellett csinálnia, azt hiszem. Igen, pedig most megígértem, hogy nem fogok sérni. Egyébként édesanyád magával hozott különböző igen. képeket is, mert hogy ja, igen, voltál okolimpián. Igen, eljutottunk ide is, Varsóban. Egy külön köszönet ismét az alapítványnak. Uh-huh. Nélkülük biztos, hogy nem tett. És értél el helyezést? Hát, igazából. Jó, de hát végül is ilyenkor mondjuk azt, hogy de ugye a részvétel a fontos. Igen. És tényleg nem tudtam volna magamtól kijutni. Megtörténik a baj, és nem tudhatja az ember, hogy honnan kérjünk segítséget, és egy vadidegen ember azt mondja, hogy én itt vagyok és segítek, az azért tiszteletre méltó, és szerintem ezt nem tudom elégszer megköszönni nekik. És már a betegségem után is, mikor nem kellett volna támogatni engem, azt mondta, hogy van egy hely, gyere velem Varsóba, és szórakozzunk egyet. Igen, és még teszem hozzá a varsói kirándulásunkhoz úgymond, hogy Janónak akkor volt a születésnapja, szeptember 7-én, tehát ott 5-től 7-ig voltunk, pontosan, volt. Még hogy szülőnapi ajándék, de mielőtt indultunk haza, elnök úrnak még arra is volt figyelme, hogy Janónak egy tűzijátékos tortával köszöntötte meg, tehát ez egy végtelen kedves gesztus volt tőle, tehát ez feledhetetlen. A Gyermekrák Alapítványnak nagyon sok feladata van. Többek között a betegség gyógyításán túl a lelkének a gyógyítását is meg kell oldani, a szülőnek is, meg a Gyermekrák Alapítvány szakmai tímjének is.
Nem véletlenül döntöttünk úgy, akkor, amikor beszálltunk az onkolimpiába, hogy ezeket a gyerekeket kiküldjük, hogy a többi betegtársától Európa különböző országából lássák azt, hogy hogy is kell csinálni azt, hogy meggyógyulunk. Ezek a gyerekek láttak haláleseteket benne a kórházban. A szülő is látott haláleseteket. Mi ezt ki akarjuk törölni az agyukból. Éppen ezért mindent megteszünk, hogy elfelejtsék. Az, hogy beteg volt, vagy elfelejtsék azt, hogy volt olyan betegtársuk, akit elvesztettek. Hozzá kell tegyem rögtön, nagyon sok van. Sajnálatos módon a világ legsúlyosabb egyik betegségével állunk szembe. Magyarországon minden egyes klinika vagy kórház örül annak, hogyha bármilyen eszközt kap, vagy bármilyen műszert kap, ami az ő munkáját és ellátását megkönnyíti. Tehát feltételezem, hogy önök is örömmel fogadták a gyermekrák alapítvány műszereit. Igen, volt egy olyan kezdeményezés, hogy szeretnének a gyermeksebészeink egy olyan operáló mikroszkópot beszerezni, amelyik azért abban a korban, 2007-ben volt ez, nagyon új volt. És annak az operáló mikroszkópnak a beszerzése a gyermekrák alapítványon keresztül történt. Milyen műtétet látunk most? Most egy fejlődési rendellenessége született gyerek műtétét látjuk. A lényeg ennek a rendellenességnek, hogy a nemiszernek a közepén nyílott a húcsőnye, és ott pisilt. Ilyenkor ezt pótolni kell, ezt a hiányzó húcsőrészt. Most itt nagyon kicsik a képletek. És ugye nem csak a műtét speciális, hanem ami az operatőr fején van, az is valami speciális mikroszkóp. Így igaz. Ez egy fejmikroszkóp. Sebészetben többször kell használni a mikroszkópot. Egyik lehetőség a sima mikroszkóp, hogy betolnak a műtőasztal fölé. Annak borzasztó hátránya, hogy csak az operatőr azon keresztül dolgozik, és esetleg egy másik lupén lát még az asszisztens, de többiek nem. Itt ennek az a lényege, hogy a fejen fenn van a mikroszkóp, amit az operatőr lát műtét közben, azt kiviszik egy monitorra, tehát a monitor ugyanazt látja a monitoron a műtősnő, az asszisztens, az altatós gárda, mint amit az operatőr lát. Úgy tessék elképzelni, hogy ott az a tűfogónak a fogó része 1 mm átmérőjű, a tű, amit meg kell vele fogni, az 3 mm. Ez a képernyőn, hát ott látszik, 10 centisnek látszik egy tű, és több centisnek a tűfogó, vagy a fonál is alig látható hajszálvékonyságú fonál. Tehát borzasztó kinagyítja ezt a kis szere, és jobban látunk minden képetet nyilvánvalóan. Az operáló mikroszkóp mellett volt egy ultrahang készülék, ez a szív ultrahang készülék, ez azonban nem csupán a hematológiai, onkológiai gyermekek vizsgálatához nyújtott segítséget és nyújt segítséget, hanem természetesen használjuk nem onkológiai, illetve hematológiai betegek vizsgálatára is. Ez egy szív-ultrahang készülék volt. Ez egy viszonylag nagy forgalmú gyermekkardiológiai szakrendelés, és éppen ezért alaposan igénybe vesszük a készüléket, és annak idején, amikor kaptuk, ez egy jelentős előrelépés volt két szempontból is. Az egyik az, hogy az előző gép az már 10 évet szolgált, és műszakilag is rossz állapotban volt, másrésztről pedig szakmai értelemben is előrelépés volt, ugyanis olyan új mérési módszereket, olyan funkcionalitások vannak ebbe a gépbe, ami nem állt rendelkezésre korábban. A színes dopplerbe is olyan újabb mérési lehetőség, amik nem voltak eddig lehetségesek, tehát teljesen más kategória, igazából nehéz is összehasonlítani a kettőt. Úgyhogy gyakorlatilag most teljes körű, ultrahangos mérési lehetőségeket tudunk biztosítani a gyerekek számára. Mennyibe kerültek ezek? Azért egy ilyen operáló mikroszkóp, olyan 20 millió forint körüli, és ilyen nagyságrendű, plusz-minusz nem tudom mennyi, egy jó minőségű ultrahang készülék is. A gyermekklinikát Debrecenben ezzel a két készülékkel támogatta a gyermekrák alapítvány. Mit üzensz azoknak a gyerekeknek, fiataloknak, akik mondjuk ugyanabban a betegségben szenvednek, tehát akiknek az életében egyszer csak beköszönt a non-Hodgkin limfóma? Igazából az a legrosszabb, hogy feladják. Hogyha úgy állnak hozzá, hogy itt vége az egésznek, és akkor nincs kilátás, mert mindig van, és én javaslom nekik, hogy forduljanak bizalommal a gyermekrák alapítványhoz, mert ők segítenek, és nincsenek magukba ebbe a harcba. A gyermekrák alapítványnál ezek a beteg gyermekek nem egy
szám, hanem ezek a gyerekek a mi gyermekeink. Ugyanúgy küzdenek érte a munkatársaim, ugyanúgy küzdenek érte az adminisztrátorok, az irodavezetők, a segítség, az orvos. Tehát mindenki azért harcol, hogy nekik jobb legyen. És ez egy óriási dolog.